József Attila Altató című versét szavalták közösen az óvodások a Költészet napja alkalmából rendezett városi ünnepségen, a költőszobránál. Gyulaváros egyesített óvodája már évek óta bekapcsolódik a Költészet napjának megünneplésébe, melyre a gyerekek versekkel készülnek. A pedagógusok fontosnak tartják, hogy a gyerekek minél hamarabb megismerjék és megszeressék a verseket, a költészetet. Megpróbálunk külön-külön is, mindig egy-egy óvoda készül kis versekkel erre a napra, és közösen is megtanulunk egy kis Ottó verset. Nagyon fontosnak tartom, hogy a magyar nyelvet minél szebben, minél jobban megtanulják már óvodáskorban a gyerekek, megismerjék a verseket, mondókákat, meséket, és majd az iskolában fogják megtanulni, és még jobban megszeretni a költészetet. Besztercei Attila színművész kislányával együtt mondta el Bartos Erika Dongóntánc című versét, majd az óvodások együtt szavalták Nemes Nagy Ágnes Tavaszi Felhők című költeményét. A rendezvényen egy gyulai költő Kis Ottó Mindenkinek vannak hátrányai című versét is előadták a gyerekek. Mindenkinek vannak hátrányai, mondta a nagymama. Majd a pedagógusokkal közösen a Tavaszi szél vizet áraszt című dalt is elénekelték. A megemlékezésen a városvezetők, az intézmények képviselői és a gyerekek helyezték el a költőszobránál az emlékezés koszorúit, virágait. Rendkívül örülök neki, hogy a gyulai óvodákban a pedagógiai program ilyen súlyt ad ennek a területnek, és ahogy itt is látható volt, a gyerekek verseket tudnak, verseket mondanak, amelyeket úgy gondolom, hogy ilyen körülmények között, ilyen környezetben, ilyen gyönyörű napsütésben elmondani itt együtt a számukra is örökre élmény marad. Ezáltal remélem, hogy bennük az elkötelezettséget az irodalom iránt. A városi ünnepség a Bújbújzöldák kezdetű gyermekdal eléneklésével zárul.